Most átkelni próbálnak? Jézusom! Átsétálnak a folyó alatt. Áve nép, üdvözlök mindenkit innen a jobb alsó sarokból. Visszatértünk kicsit polgárháborúzni, mert hát ugye mindenki tudja, hogy a béke az mocskos unalmas tud lenni, úgyhogy valamivel most már tenni kell ez ellen az áldatlan állapot ellen. Na most, ha nekem jól rémlik, akkor itt volt egy ütközet, amire azt mondtam, hogy ugye ezzel fogjuk folytatni. Amibe egy laza kétszeres túlerővel fogok belevágni, ha minden igaz. Úgyhogy, emberek, kezdjük is el, ne húzzuk az időt. Én azt mondom. Ez mintha... Mintha megint egy új térkép lenne. Aminek örülök. De nézzük csak, mi ez. Perryville. Kis városka. Na jó. Hol vagyunk? Kane. Ugye most, ha minden igaz, akkor nincs több hadseregem. Ez egy ilyen 1v1 lesz. Hát mit kell csinálnom? Na mit? Hol van a HQ? Aha, van kettő pont, amit el kell foglalni. Jó. Akkor nagyon egyszerű lesz a dolgom. Már nem lesz egyszerű. A tervem lesz egyszerű. Ha lesz egyáltalán tervem. Itt van valami út, ugye? Akkor itt tudnak közlekedni elméletileg. Kettő részre osztom a hadsereget. Nem. Csinálom a hagyományos módon. A lovassággal megyek külön, a sereg többi részével pedig. Nem lehet érte, hogy azt nem választom ki, hanem csak... Nem. Ajaj, na mindegy. Szóval, gyalogsággal külön megyek, meg lovassággal kész. El van intézve a dolog. Na akkor gyerünk. De Crawfordhoz. Így. És a lovasokkal meg akkor innen északról megyünk. Külön. Na, szépen lassan eljutnak a parancsok. A harccsoportokhoz, hogy mik ezek, batalionok, zászlóaljak, nem tudom. Menjünk, az a lényeg. A lovasság azért nem akar mozdulni, vajon? Haver. Haver. Nem jössz? Na, azért szépen lassan megmozdul ő is. És akkor ugye a hármas HQ-t meg átküldjük oda. Jó, mindenki csak masírozzon. Az a lényeg, Perryville-nél fogunk áttörni, legalábbis megpróbálok. Itt azért azt számítok ellenállásra, mert itt még vannak még ilyen természetes védelmi állásaik is akár. Ezt jól lehetne védeni, ezt a partot. Kíváncsi vagyok, hogy a játék hogy fogja megoldani. Fura, hogy maga a lovasság az megtalálta az utat, viszont a... nem is tudom... Mi vagy te? Brigadier General? Jó, tehát valami zászlóhaj tábornok, vagy nem tudom micsoda. Dandár tábornok, vagy minek szokták ezt nevezni. Az még egy dzsumbujon keresztül megy. Hát jó, biztos. Ért hozzá. Na most már rövid gyorsabban fog jönni. Közben a maradék... Megvárom, amíg...
felsorakoznak lovassággal, addig természetesen nyomulok előre. Meddig kell jönnöm idáig? Itt van egy pont, meg itt a másik, jó. Itt a folyó mentén igazából idáig le is tudok jönni. Csak kapja meg a parancsot minél gyorsabban. Jó, ezek itt felsorakoztak, nagyon jó. Akkor gyerünk ide, dombra. Ők is ide. Velük pedig megpróbálok átkelni itt a folyón. És akkor jöjjenek ide. Jó. Fura, hogy ő meg parancs nélkül megcsinálja. Érdekes dolog a, nem is tudom, kezdeményezés ebben a játékban. Még mindig nem egészen értem, hogy működik. Parancsnok urat már megint külön kell valamiért noszogatni, hogy induljon el. Lovasok meg valamiért nem az úton mennek, hanem átmentek itt a gázlón, átmennek az erdőn, és gondolom, hogy visszajönnek majd az útra. Gázló után megint. Hát ez sok értelme volt, na mindegy. Közben a másik lovasnak egy, megint egy totál más irányba megy, jó, tök mindegy, csak haladjanak, az a lényeg. No. Most az a kérdés, hogy B tudom-e majd rakni a gyalogosokat. Single line-ba majd abba kell áttolni, nem pedig a menet oszlopba. Egyelőre nem látok amúgy a városnál ellenállást. Érdekes. Lehet, hogy az objektíveknél lesznek felsorakozva. El tudom képzelni végül is. Itt tudnék átkelni, ami mondjuk nem lenne hülyeség, mert itt mennek ilyen átkötő utak. Akkor lehet, hogy ide jövök. Az egyik hadsereggel megint külön. Vagy harccsoport. Zászló vagy dandár, nem tudom. Akkor ők maradnak itt középen egyedül. Tisztelt szupertábornok úr megjöjjön ide. A lovasság ott van, ez a zászlóalj vagy dandár is átért. Most már tényleg meg kéne tanulnom, hogy ezeket minek nevezik, mert már engem idegesít, hogy nem tudom. Nem. Amúgy tök jó, hogy a zászlóaljak amúgy előbb megkapják a parancsot, mint a háku. Főhadiszállás. Hoppá, ez Burrán. Burránnál volt ütközet. Csak most meg nem mondom, hogy melyik. Melyik nyert? Itt a több is lett volna, itt lett volna egy első és meg második is. Burrani ütközet. Na mindegy, lovasokkal akkor ezen a felső úton próbálok meg közelíteni, hol az objektív. Elvesztettem szem elől. Itt vannak. Túl halvány a jelzésük amúgy, de mindegy. Ez a felső úton eljövünk idáig. Gondolom a hadosztály parancsnokhoz, hogy nem is tudom miért, már megint lassan fog megérkezni. Késleltetve, így van, most kapja meg. Jó. De itt mi történik? Miért csak a parancsnok úr jött át a folyón? Aha. Érdekes. Na mindegy, amíg nem ütközök ellenállásra, addig tök mindegy. Igen, na jó. Hogy néha tényleg nem értem, hogy egyszer kiírja, hogy megkapják a parancsot, ami fura, mert még a hírnak láthatóan úton van, és utána kiírja megint,
hogy megkapták a parancsot. És ez nem akar mozdulni? Ez jó ember. Nem akar mozdulni. Hát, nézz oda. Na mindegy. Itt van, akkor őt egyelőre ide küldjük. Megpróbálok minden irányból támadni, ha tudok. Ha eddig még nem lett volna esetleg egyértelmű, kedves nézők. Jó, ott megérkeztek. Itt is megérkeztek, kivéve a parancsnokot. Jaj, öreg. Úgy ellenállást ezt nem látok, tehát én már azt hittem volna, hogy itt belebotlok egy-két zászlóhajba legalább. Itt az objektívek környékén, de na, ott már van egy. Na, őt kell majd két oldalról megenni. És hol a másik itt van alul, itt viszont nem látok egyet sem. Pedig elfoglalták, úgyhogy biztos vannak itt. Itt van egy út, ugye, ami összeköti ezt a kettőt. Akkor gyerünk tovább. Így látjátok, megjöttek a jelzések, hogy mehet. Kész a parancs, és most megjöttek megint. Őket el tudom indítani, viszont a HQ, az meg gondolom a hírvívő megérkezése után fog csak elindulni. Akit most éppen nem látok, de elindult. Érdekes. Na, itt már jönnek, szóval... Egy kicsit lassítsunk. És akkor szépen áttoljuk a gyalogosokat single line-ba. Tüzéreket meg mondjuk oda rakjuk. Miért nem mennek fedezékbe? De utálom a kameramozgást ebben a játékban, emberek. Borzalmas. Egyszerűen borzalmas. Nem veszi fel az alakzata. Kerítést, mint fedezéket. Elég bizarr. Na mindegy. Az ágyú tud lőni? Például ha unlimberelem, akkor... Limbering. Jó. Lőtávon kívül vannak mindegyik. Mindegy, ami látom, hogy az egész hadseregük nagyjából itt van ebben a vonalban, úgyhogy én bátorkodok idáig előre nyomulni ezekkel, velük meg benyomulni az erdőbe. Szuper tábornok is mehet előrébb. Ez az egy darab hadosztály, vagy zászló, vagy meg nem mozdul. Nem akar mozdulni. Na itt van most két hadosztály, vagy harccsoport, zászló, vagy dandár, dandár, legyen dandár. Habár nem tudom, mindegy. Itt vannak a lovasok, és akkor itt van még egy, akik továbbra sem hajlandóak fedezékbe vonulni. Az ágyú pedig továbbra sem hajlandó lőni. Ők bezzeg fedezékben vannak. Érdekes. End of day. Jó.
Oké, azért most már eléggé körül vannak véve. Akkor kezdjük meg itt a szórakozást. Ide fogom felsorakoztatni a másik csoportot. Egyelőre ők jöjjenek ide. Az a baj, hogy ez most nem védekező harc, ugye én meg kávé eddig csak azt csináltam. Védekező harcot. Úgyhogy most ez változni fog, most kivételesen én leszek az agresszor. Úgymond. Na itt van egy jó nagy palánk fedezékük. Viszont több nincs. Akkor őket kéne inkább... előrébb küldeni. Bár tüzelni még itt sem fognak tudni, de... ki tudja. De egyelőre húzok be nekik némi parapetet. Fú! Értem, hogy kijött már Early Access-ből, de azért legyünk őszinték. Van még mit csinálni ezen. Jó van. Mindegy. Az ott már bele fog kerülni. Fú. Jó. Az is belekerül ágyút ide középre. Az már bőven lőtt táv, helyes. Tiszt megjöjjön ide majd. Hát a lovasság igazából mit tudok velük csinálni? Maximum az errefelé áttörést tudnám valahogy akadályozni velük. Maximum egy olyat csinálhatok, hogy leszállítom őket majd a nyeregből. És ide rakom valahova ide a... ezek mellé a kerítések mögé, amik itt az út mellett futnak. És blokkolják a visszavonulásukat talán. Ágyút ide rakjuk. Jó. Az igen, az szép. Na. Jó, oké, oda. Ez a rész az itt megvan. Axiom. Oda rakjuk majd még a főembert. Jó, emberek, én szerintem mehet. Jó, van, a mi ágyúink is lőnek. Mondjuk ezekhez még rakhattam volna parapetet. Na mindegy, hülye vagyok. Kérdés, hogyha ezek egy kicsit előre nyomulok annyira, hogy még a parapet mögül ne érjenek el, akkor az úgy jó lesz-e? Gyerünk emberek előre! Miért nem mész már? Már egyszer megnyomtam! Haverod tudott elsőre is reagálni. Jó, azok belegyalogolnak hamarosan. Tűzvonalba. Pont nem tudok ellőni odáig. Isten, ez a darabos kameramozgás, ez ami borzalmas. Egészen borzalmas. Gyerünk, hasra, lay down. És pont nem tudnak előni odáig, ez hihetetlen. Fú.
Fú, megörülök ettől a kamerától. Tök jó, hogy nem az ellenség idegesít fel a legjobban, hanem a kamera. Nem tudom, hányszor fogom még kimondani ebben a videóban, hogy kamera, de szerintem még sokszor. Dodging conflict. Na, azok megtörtek, jó, helyes. Hasra mindenki. Hoppá! Jézusom, mit látok ott? Na, ezek eddig nem kerültek elő. Az a helyzet. És ágyúval is előrébb kell menni. Mindenkivel. Gyerünk, gyerünk, flankelni kell, flankelni. Nem mész? Na. Gyerünk út mentén. Lay down, emberek! Na. Jó, meghátrálnak talán. Itt valami köd képződne. Ez itt az enyém, jó. Azok meg ott éppen megfutamodnak, hát ez fasza. Jó, támadásra kell lendülni a lovassággal és a többi zászlóaljjal is, nincs mese. Nincs mese. Van a parancsnok. Ezekhez itt meg még nem jutott el a parancs. Esik az eső. Ó, az jó. Ezek itt viszont kijöttek a fedezékük mögül. Ezzel itt élni kéne. Jézus, mekkora had zászlóalj ez. 3000 ember. Úristen. Nem akar menni a lovasság amúgy? Akkor si azt szépen kérem. Latimer demoralized. Hát ebből egy defeat lesz, basszus. Mit tudok csinálni? Hogy nézünk ki? Szükség lenne arra a flankelésre a lovasoktól. Az a helyzet. Tüzéreket kicsit közelebb rakom, magasabbra. Ezek talán még nem futamodtak meg teljesen. Jó, őket kicsit hagyjuk. Hát ez nem igaz, egyszerűen nem akar. Nem akar a lovasság megmozdulni. Hát mi a szar? Na most talán végre. Hú, méltóztatik elindulni, úristen. El sem hiszem. Az lenne jót látni, hogy ezek itt éppen milyen irányba lövöldöznek. De ezt én meg nem mondom, basszus. Errefelé nem lövöldöznek szerintem. Ajaj. Na mindegy. Megpróbálom flankelni ezt a gyalogost. Itt. Confident in the cover. Úgyhogy ezekkel jó lenne irányba fordulni talán. Akkor még valami hasznuk is lenne, nem megfutamodott egy gyalogosom. Fasza. Ez nagyon egy minor defeatnek néz ki.
Harryék talán lassan megfutamodnak. Resting contact, nem érdekel. Igen, azokat megfutamodnak. Ha minden igaz. De ezek hogy bírják a sarat? Hihetetlen, már 500-an meghaltak és még mindig szórakoznak velem. De gyertek már ide, a jó ég áldjon meg titeket! Végre megmozdul. Ez hiszem. Lőjünk már! Isten verte a tüzérre! Egy emberük meghalt, hát ez nagyon jó. Nagyon jó vagyok, menő. Na, végre elindulnak? Nagy nehezen? Ajaj. Nagyon nem áll ez jól. Rohadtul el kéne foglalnom azt a... ezt az objektívet, de egyszerűen nem fogok tudni. Ó, retreatelnek! Jó. Most kell őket avajgatni, ahol csak tudom. Csak már az, hogy nincsen kit ráállítanom ezekre. Na, mindegy, nyertem. Fú, hát ez basszus, eddig ez volt a legszorosabb. Hatalmas veszteségeim voltak, kétszerese az övének. De hát ugye most én voltam a támadó. Azt a büdös mindenségit. Somerset-i ütközet. Ez a National Moral Drops. Ez a moráljuk megint droppolt egy 0,6%-ot. 6 tized. És a military experience-ünk pedig egy 0,84%-ot nőtt. Colonel Light has fallen to disgrace in the eye of his men and the public. Hát, sajnálom. Colonel Light talán majd legközelebb jobban teljesít, nem pedig ilyen light-osan. Ez szar volt. Na. Oké. Nem olvashatom el az újságot? Isten, na mindegy, itt van egy Army of Mississippi. Unstable morállal és 28.000 katonával. És itt pedig van egy Army of Georgia 25.000 katonával. 26.000, bocsánat. Construction Supply Depot. Mi alapján dől el, hogy hova tudom építeni? Na, oda például tudom. Tizenkilenc nap múlva készen lesz, addig talán remélem, hogy tudom tartani ezt az átkelőt. Na de akkor menjünk át kedvenc részünkre, ugye? A keleti partra. Fú. National morájuk már relatíve alacsony délieknek. Army of Pennsylvania 16.000 emberrel. Nekik itt most lekopogom, van 10.000 emberük. De nem tudom, hogy mit tudok csinálni. Slow readiness, slow movement. Nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. Itt van egy csata engagement. Nekem nagyon alacsony morálom van itt, de le kell játszanom, mert le kell játszanom. Ez a fantasztikus okom. De most minden igaz, én leszek a védekező, vagy nem? Nem figyeltem, az a baj.
Nem figyeltem. Na akkor deployoljunk. Chancellorsville itt nem volt már egy közetem? Vagy... Vagy csak azért mondom, hogy volt, mert itt tényleg volt egy csata. Tudom. Mik az objektívek? Meg fogják kéne próbálnom úgy. Három objektív van. Hát ha minden jól megy, akkor ezeket majd talán lovasokkal össze tudom szedni. De nem tudom. Elég ilyen védhetetlennek tűnik ez a hely. Talán ebbe a kis patak kanyarulatba be tudok állni, védekezni. Nézzük, vannak állítólag lovasaim. Mégpedig itt. Ezeket le kéne detácsolni erről a... Így né. Detácsoljuk. Hát tényleg, meg vagyok lőve. Nincs olyan ötletem, hogy mit kéne csinálnom. Itt vannak dombok, ezeket ki kéne használnom. Aztán csak remélni tudom, hogy innen jön majd az ellenség. Na jó. Na hát közben rájöttem, hogy én vagyok a támadó, aminek nem örülök. Nem örülök, mivel nekem kell támadnom megint. Hoppá! Mit látok itt? Na ezeket eddig nem szúrtam ki. Akkor nagyon egyszerű lesz a taktikám. Itt délről fogom megközelíteni ezt a strong pointot, úgymond. Mivel nem akarok begyalogolni a lövészárok elé. Na mindegy, akkor gyerünk. Valamit virítsunk. Valamit mutassunk. Az a baj, abban reménykedtem, hogy az ilyen alacsony morálra rendelkező egységeket, mint például ez a gyalogdandár, meg a lovasdandár, azokat esetleg tudom majd egy kicsit állomásoztatni a lövészárkokban, amíg ideér az ellenfél, és akkor följön megy a harci szellem, de sajnos ez nem így van. Mint azt észrevettem, mivel én támadok, na Dr. Jones, vele már nem először futunk össze. Ó, kivonulnak onnan. Miért vonulnak ki? Érdekes. Na, megint a következő. Egy Hamptons Legion, ami 1370 főből áll, és alacsony morállal rendelkeznek. Kár, hogy nem tudok egyszerre több... Wow! Több zászlóaljat kijelölni. Aha, jó, oké. Oké. Megadják a módját. Úgy látszik, ott lesz a konfrontáció éjszakon, és már megint nem látom, hogy miket kellene elfoglalni, mert annyira szar, halvány, piros az egész. Mindegy, nem is érdekel. Elpróbálok ide följönni és oldalba támadni őket. Uha, ami nagyon nem lesz egy egyszerű manőver, de rohadtul nem. Lay down-olni kell.
First Brigade, Confident. Elvals Detachment. Velük megpróbálok egy kicsit így flankolgatni, úgymond. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel majd. Megpróbálok a gyalogsággal nem közelharcban meg csatába bonyolodni, mert akkor biztos, hogy én húznám a rövidebbet. Ez is egy detachment. Ezek itt kusznak? Vagy állnak? Állnak. Ez túl nagy a lőttávol, hogy kusszanak. Hogy kusszásban legyenek. Jó. Akkor vissza. Hoppáre! Kusszunk, kúszogassunk. Súnyulni kell, emberek, nincs mese. Súnyulni és sompolyogni. Sompolyogtam. Na, objektívek. Taken by megvan. Itt vannak, itt a jó büdös francban. Hát ez nagyon jó. Hol a lovasom? Itt van. Mert megint nem látom, na itt vannak, itt van egy legalábbis. Ez hihetetlen, messze van. De semminél, nem is védik egyáltalán. Laying down-olva vagyunk. Gyerünk előrébb, lay down. Lay down, emberek, lay down, na jó. Így most már tudnak lövöldözni. Úgy ahogy. Ez csak egy milícia, hát ez nem jó. Közben az északi hadtesttel megpróbálunk még előrébb nyomulni. Lovasok. Hogy állnak? Mindjárt odaérnek és elfoglalják a Brock Roadot. Vagy Brock Roadot, el sem tudom olvasni. Jó. Mi a helyzet? Egyelőre egy minor defeat van, de egyelőre most csak kivárok. Természetesen amíg az északi hadsereg a helyszínre nem ér. Ezek csak ilyen detachmentek, azokkal lehet megpróbálok komolyabban konfrontálódni. Visszább mentek. Ezek itt nem kúsznak valamiért. Ja de, kúsznak, jó. Kúsznak ezek. Akkor most gyerünk oda. A házat meg tudom szállni. Akkor tegyünk így. Azokat pedig támadjuk oldalba. Talán messze van a háku, közelebb kell vinni. Jó kicsit most. Izé, aha, itt vagyok. Ugye, az el van foglalva, ez is el van foglalva, és itt az útcsó. Fú, mit meg nem teszek. Reportot kérek, reportot. Condition. Ellátmány kicsit gyengébb. Fegyverzet is, ágyuk is.
De legalább confident vagyok. Strength report. Náluk már meghalt 265, nálam meg... Úristen. Sok. Sokkal több. Experience. A konfederációs tábornok egy kicsit tapasztaltabb, viszont nekem nagyobb a hírnevem, amivel valószínűleg itt csatában pont kitörölhetem a seggemet. A kezdeményezésem jobb egyedül, hát jó. Itt az idő. Megdával, hogy tudjál bizonyítani valamit. Itt van a fő parancsnokságunkat is oda küldjük. Ezek zavarnak itt rettentően. Levelléket meg hátrálásra kell kényszeríteni. De durván. Ezért is ez a HQ felel? Istenem! Kúszva pont nem tudok lőni, hihetetlen! Istenem! Mindegy. Meg kell próbálni szétlőni azokat a rohadt tüzéreket. Az a jó, hogy valamennyire sikerült kikergetni őket a fedezékeikbe. Legalább. Nincs veszteségük. Detachment. Azok még mindig kúsznak. Nem tudom, hogy kúsznak-e vagy nem. Gyerünk emberek, nyomulni kell előre. Kezdeményezőnek kell lenni. Nincs mese. Ki kell őket üldözni, nehogy fedezéket használjanak véletlenül. Ezt az ágyut előrébb kéne vinnem. Valamennyest, mondjuk oda. Gyerünk, csináld már a parancsot, miért nem mész, öreg? Menj, 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 menj! Na végre, köszönöm. Jó, az ott már megtörik talán ott középen. Igen, az ott megtört. És az is már mindjárt, Hampton's Legion. Nem sokára retreatelnek, ha minden igaz. Most kell nagyon durván rájuk szállni. Elindulni. Előre, gyerünk! Főparancsnokot első vonalba, gyerünk! És itt még van ez az egy darab izé hadosztály, hogy milyen zászló vagy. Azokat még be sem küldtem a csatába. Basszus. Gyerünk! Érintetlenek. Ezekkel beszállok a fedezékeikbe, amiket itt építettek maguknak, gyerünk. Csak előre. Jól csináljuk, jól csináljuk. Hú, na ez jó csata volt. És most nekik voltak jóval nagyobb veszteségeik, kétszeres. Zsír.
Na, erre most büszke vagyok, basszus. Fú, de ízléses. Kép van itt, azt a mindenit. Na. Igen. Na most mi ez? Mostani számot akarom látni. Mindegy, megfutamodtak ezek itt akkor, ha minden igaz. Most attól félek, hogy itt mintha lett volna egy hadsereg az előző videóban ennél a supply depónál, és attól félek, hogy azok most itt éjszakra fognak masírozni Winchester felé. Jó, nem baj, ezt egyelőre így hagyjuk. Visszafoglaljuk a supply depot, az nekem már elég. Vagy ha el sem hagyjuk veszni, az még jobb lenne. Jön ilyen rooted, mi van? Mi? Ezt szórakozzon már velem ez a játék. Megőrülök. Unit rooted, nem union. Jó van, hülye vagyok. Szépen lassan növekszik a readiness. Most egyelőre akkor ezeket a hadseregeket itt békén hagyjuk. Jaj Isten, már jön vissza ez a nyomorult. Idióta kretén. Na, engem az érdekel, hogy Police Season az Army 2, vagy mi ez? Militia Act 2, hogy áll? 48,1 nap. Nagyon akarnak valamit. Micsoda, de most ők megint könyörgöm emberek, ezt valaki magyarázz már meg nekem, hogy ott van a seggében a másik hadseregem. Sokkal közelebb van a kontaktponthoz az én hadseregem, mint az övé. És az neki két hadserege tud jönni, nekem meg egy. Ezt nem értem egyszerűen. Nem fogom föl egyszerűen, hogy miért csinálja ezt. De mindegy, nyilván visszavonulok, mert ez nem működik így. Nem is értem, hogy miért jött ki ez a hadsereg Richmondval, megmondom őszintén. Bárcsak fölfognám tényleg, hogy mi alapján... Mi alapján dönti el itt nekem a játék, hogy melyik hadsereg mehet harcolni, és melyik nem. Elég fura. Na mindegy, kicsit nézzünk el nyugatra. Azt mondja, itt jön egy Army of Georgia. Aha, és az ott éppen lefoglalja a supply depomot, amit felépítenék magamnak. Jaj Isten, hol van ez? Itt. Hamptons Division, 25 ezer fő. South Carolina State Militia, 25 ezer fő. Azt nem tudom, hogy itt most én vagyok a... Itt ő az agresszor, nem? Ő támadott meg. Legalábbis nekem az lenne logikus. Withdrawal, aki ezt nem fogom megnyerni. Háromszoros túlérőben vannak majdnem. De hagyjon már békén, akkor retreatelek! Istenem! Köcsög! Vissza fogják foglalni Richmondot ezek a rohadékok. Gyere Hampton, gyere! Köcsög! Szétkaplak! Idióta! Na ezt lejátsszuk! Ezt lejátsszuk! Hampton, ezt most nem kellett volna, öreg. Ó, Battle of Fredericksburg megint. Azt a pályát ismerjük. És tetszett is az a pálya. Így megpróbáljuk megint legyőzni őket ott. Egyszer már sikerült. Na nézzük, miből élünk. Defend your positions. Na, azt szeretem csinálni. Húha.
ekkora területet kellene levédeni. Most állítólag ők innen tudnak jönni. Más nyilat nem látok. Jó, merre vannak az objektívek? Engem az érdekel. Igen. 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 Jó, mindegyik éjszakon van, tehát... Be kéne valahogy védeni Salem Churchet, meg magát Fredericksburgot. Én azt fogom csinálni, hogy... Mondjuk Salem Church mennyit ér? 3 pontot. Ó, tél van, most nézem. Tök jól néz ki. Na, Salem's Church. Hol van itt a főni? Ott bujkál, na. Pennsylvániai hadsereg. Department of Pennsylvania. És az Észak-Kelet-Virginiai hadsereg. Fredericksburg. Valamit kihozunk, emberek. Valamit kihozunk ebből. Na hát akkor egy olyat találtam ki, hogy 2 hadsereget itt állítottam fel Fredericksburg és környékén. Nem tudom, mennyire lesz hatásos. Kezdem úgy gondolni, hogy semennyire, de majd kiderül. Az a helyzet, hogy itt állomásozó csapatokból 3 is elég alacsony morállal rendelkezik. És egy maradék hadsereget pedig itt állítottam fel Salem Churchnél. Hát van egy ilyen elég nagy gap a kettő között, de hát majd meglátjuk, hogy szuperál a dolog. Na, akkor indítsuk, aztán várjuk, amíg előkerülnek végre ilyen tisztelt konfederációsok. Na, megérkeztek, emberek, az első fecskék, úgymond. Hová ment innen a gyalogezredem? Vajon? Szeretném kérdezni, hogy hová lett innen a gyalogezredem. Ez rohadtul nem vicces, hogy csak ugye eltünteti a... gyalogos nem. De ez komolyan hová lett? Elég bizarr jeleneteknek vagyunk szemtanúi. Én azt mondom. Az, hogy már most látom, hogy a támadás nagy részét ez a brigád fogja felfogni, ami lehet, hogy hibás védelmi tervezésem folyamánya lesz. Na, mindegy. Túl sok mindent már nem tudok tenni ez ellen. 73%-os morál, az nem sok, de legalább kevés. Onnan már lőnek a tüzérek. Ezek most átkelni próbálnak? Jézusom! Átsétálnak a folyó alatt. De mi robotember, Terminátor, Jézus Mária! Atya úristen! Hát ez elég. Jó, gondolom, itt ezt a vasúti hídat akarják használni, amit mondjuk én nem is látom, hogy lenne ott híd, mert le van omolva, vagy nem tudom. Na, mindegy, érdekes. Lehet aztán, hogy ott a játék szerint híd van.
Használjunk már fedezéket, emberek! Ja, Isten, jó van, igazatok van, akkor inkább fussatok el. Gyáva nyulak. Fúj. Amúgy lehet, hogy innen nem fognak jönni, de még várok a... Várok az átmozgatással. Pont azért hoztam át ide kettő dandár lovast, hogy gyorsan tudjak majd bizonyos helyzetekre reagálni, ha úgy hozza a sors, meg a szükség. Nem mondom, hogy a megváltást várom tőlük, de azért remélem. De annyi ideig tudom tartani majd velük itt a frontot, amíg átér mondjuk a másik hadsereg. De amúgy nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezek tényleg innen támadnak az összes erejükkel. Itt azért brutálisan sokan vannak még itt is. Na nem lőjük őket, hogy most mi van? Nem, nem, nem lövünk. Hát mi a szar van? De most komolyan. Miért a másik irányba néznek? Mi az Isten ez? Jézus Máriám! Úristen! Emberek! Hát mi a szar? Ezt nem hiszem el. De most komolyan nem hiszem el. Ilyen nincsen. Halucinálok, vagy nem tudom, valami delíriós rémálomban vagyok. Közben szerintem jobban járok, ha áthozom ide ezt a gyalogdandárt. End of day, hát akkor pláne. Viszont én úgy látom, hogy akkor ennek itt semmi értelme nincs ezeket itt hagyni, úgyhogy az egész hóbelebancot nem tudom átrakni, az fasza. Akkor csak megpróbálom menet készre beállítani őket ide. Így. És akkor átgyaloglunk szépen erre a frontra. De ez én ilyet még nem láttam, hogy nem a folyó felé néznek ezek a szerencsétlenek. Na Istenem. Jó, oda rakott egy darab ilyen szart. Ez zseniális. Úgyhogy remélem tudják azért használni. Így. Tüzért meg oda. Valamiért nagyon itt szeretnének átjönni, csak nem értem, hogy miért. Na mindegy, akkor adjuk meg nekik erre a lehetőséget. És akkor amint ugye mondtam, hogy ezt én innen át kéne hozzam valahová ide, mert ez itt nagyon nem lesz jó. Hát ez csodálatos, csodálatosan sikerült. Édes Isten! Hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Jó, mindegy. Jézusom! Nem mondtam még, hogy induljon! Bassza meg! Ezt nem hiszem el! Fúj! Ezt miért csinálta vajon? Ez fos! Úristen! Itt van egy gyalogos hadosdandárom. Ah, Istenem! Jaj, de jó, még nem indult el. Fú! Csodálatos helyen van ott. Na mindegy. Akkor igazán ezt a HQ-t is lehozhatom ide. Gyanítom, oldalról sem nagyon akarnak támadni majd. Na mindegy, indítsuk.
Aztán lesz, ami lesz. Gyerünk, csak induljunk el. Nem érdekel, hogy merre. Jó, fedezékbe rakta őket. Fú, jó. Ez megnyugtató. Enemy outflank, mi? A unit outflanked. Ez hülyeség. Senki nem flankelte be őket. De azok is rossz irányba néznek, ez szomorít engem ez a játék. Komolyan mondom, ez vicc, amit csinál. És lehet, hogy azt bejátszom, hogy ide jövök és elkezdem őket lőni a folyó túlpartjára, mert látom, hülyék ahhoz, hogy megpróbáljanak megint átkelni. Jó, elindult. Itt koncentrálja az erőit. Ez a szerencsétlen. Az ott megfutamodik. Hát azok se állják már sokáig a sarat az enyémek. Az összeomlás szélén van az a rész. Közben legalább a lovasság megérkezik. Akkor azokkal megpróbálok rögtön flankelni is a tüzérséget. Menekülnek az embereim. Nem hiszem el. Nincs egy harcképes csapatom itt Fredericksburgben. Jól lenne, ha sietnének a... Mondjuk ezeket elhozhatom éppen. Meg az ágyút. Teljesen lezúznak a városban. Teljesen lezúznak. Gyerünk emberek, szedjük a lábunkat. Csak nyomuljunk előre, semmilyen más irányba nem nézhetünk. Ezek itt mi a rákot csinál? Mi a tetves, jó, büdös, rohadt... Fú, jó, nem érdekel. Csak menjenek már végre valamelyre nekem, aztán édes mindegy, jó van, az is megfutamodik. Gyakorlatilag már nincsenek gyalogosaim itt a frontvonalban, úgymond. Unstable morál. Fighting spirit. Szétszednek. Valóban megérkezne lassan az erősítés. De nem, ezek itt semmit nem csinálnak ezek. Mit csinálsz? Mit csinál ez itt? Dörgölőzik a kerítéshez? Mi a szar? Gyíkarcok, használjátok már az utat, könyörgöm! És így is seglassúak.
Mindegy, az első harccsoport megérkezett. Lehet menni. Felmenteni a várost. Tudtam, hogy rossz ötlet lesz ketté szedni őket. És miért nem indultok vajon? Mi a tetves lószar... Na végre. És basszus, az én gyalogságom futamodik meg. Hát ez elképesztő, amit itt történik. De unikum. De tényleg. Vonuljunk visszább. Nem hagyhatjuk Fredericksburgot elesni. Egyszerűen képtelenség, hogy elessen. Isten. Iszadok basszus. Na, nézzünk jelentéseket. Jó, nekik egyelőre nagyobbak a veszteségeik. De ez. Nem tudom, meddig lesz még tartható. Fontos, hogy az új csapatok minél előbb bocsátkozzanak harcba. Kihez tartozik. Tábornok úr, nem akarnak mozogni? Mi a szart csinálnak vajon? Indulj már, te anyaszomorító! Mit csinál vajon? Szeretném tudni. Nem megy, nem megy, leszarja a csatát, nem érdekli. Tőle aztán veszíthetünk. Imposztor féreg. Fúj. Ajaj, már benyomultak a városba ezek a rohadékok. Tüzérségemet megfutamították. Csodálatos. Ennek örülök. Tiszta szívből örülök. Jó, de megfutamodik ő is. Csak nem jut tovább. Az a mocsokláda. Enyves kézű rohadék. Gyerünk emberek, foglaljuk el a pozíciókat. Miért szarik a parancsaimra az erősítés vajon? Ott van a háku. Ott van minden. Nem érdekli a parancsom. Hoppá. Lovasságot közben ráúszítom az ilyen mindenféle menekülőkre. Arra még jók talán, lovasok. Itt közben van egy újabb konfident gyalogos visszatért. Rögtön be is küldjük. Ha nem szórakozna velem. Na, jó. Fú, emberek ritritelnek. Most kell nekik menni. Gyerünk, emberek. Széjjel kell szedni őket. Hákut nem tudok elkapni amúgy lovasokkal vagy valami. Azok a lovasok nem mozdulnak. Ja.
Úristen emberek, hát ezt nem gondoltam volna, ez rosszul nézett ki sokáig, de... De lehoztuk. Megint kétszer akkora veszteségeik lettek. Atya úristen. Ez durva, ami itt zajlik most. Második Fredericksburgi csatát is megnyertük. Az ellenség morálja újabb 1%-ot zuhant be, a mi experience-ünk pedig növekedett több mint 1%-ot. Colonel McCall is kiesett az emberei kegyeiből. Csodálatos. Négyezredeseim nem nagyon szeretik őket az emberek. Se a katonák, se a nép. Nem baj, van még ott ezredes, ahonnan ez jött. Rakunk be valami másik aktatologatót a helyére, és meg megoldja majd a dolgot. Na. Narrow victory at Fredericksburg. Hát igen, ezt én is narrow-nak éreztem amúgy. Falling into panic, suffered for rebel cause weavers. Ajajajajaj. Kezdik megérezni a sorozatos veszteségeket a konfederációsok. Nincs ellenemre. Hampton kapott ki, ugye? Ja. Richmondot visszafoglalták ezek a szarrágok. Na, nem baj, nem baj. Nézzük erre felé, mi a helyzet. Itt van egy Kentucky hadsereg 13 ezer fővel. Mississippi. Ohio-i hadsereg 2000 emberrel. Megpróbálom elfoglalni ezt a supply depot. De az a baj, hogy én folyamatosan úgy érzem, hogy az én csapataim folyton ilyen alacsony morállal, meg alacsony ellátmánnyal, minden bajuk van. Nincs is itt, van itt supply depó egyáltalán, hogy építenem kéne egyet. Elméletileg építek egyet akkor. Jó, nem érnek el. Supply depot 18 nap. Jó, épül állítólag. Legyen így. Mi van? Nekem minden eltűnt egy hadsereg, az ami lett. Érdekes, érdekes. Telegráf, telegráf. Department of Ohio, ezekkel amúgy itt mit csinálok? Na mindegy. Lehet, hogy halucinálok, nem tudom. Na mindegy. Valami mocsok mód nagy adósságállományba fog kerülni, de nem baj. Ezek megint megtámadnak, úgy tűnik. Hát ennyire nincs jobb dolguk. De itt nekem most ki kell tartanom. Jó lenne, nem mindig csak ugyanazt tudnám kijelölni. Meg fognak támadni, de nem érdekel, itt véget fogok vetni a videónak, mert ez már egy kicsit sokáig tart. Szóval, ja. Ezt innen fogjuk kezdeni, következő videót. Szóval, savéljunk egyet.
Hát emberek, hogy mit mondjak? Mit mondjak? Megnyerhető ez bőven. Hiába vannak majdnem 10 000 emberrel többen. Jó, nem, csak 5 000-re. Na mindegy, okosan kell védekezni, aztán meg lehet oldani. Hát, haladtunk végül is. A mai nap, örülnék, meg gyorsan meg tudnám nézni ezt a stratégiai fület, és nem kellene rögtön eldöntenem, hogy mit csinálok. Na mindegy. Engagement, tudom, hogy engagement van, köszi, hogy szólsz. Na mindegy, emberek, köszönöm a figyelmet, remélem szórakoztató volt, élvezhető volt, én megpróbálom kihozni ebből a helyzetből a maximumot, de egyelőre csak ilyen stagnálást érzek, főleg, hogy most Richmondot is visszahódították ezek a szemétládák. 50 000 emberrel mászkálnak itt folyamatosan, nekem meg csak 30 000 van maximum itt a környéken. Úgyhogy lehet, hogy majd ha véget ér ez a csata, ami most lesz, akkor megpróbáljuk kibővíteni a valamelyik hadsereget. Ha tudjuk. Na jó, emberek, köszönöm a figyelmet. Ez volt már a Grand Tactician Civil War. Remélem, velem tartotok legközelebb is. Addig is pedig. Viszont látásra, sziasztok!